Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Itthonról. Két országos listás mandátum kiadásáról döntött a Nemzeti Választási Bizottság. A tavaszi parlamenti választáson az MSZP párbeszéd listájának első helyén mandátumot szerző Karácsony Gergely május 28-án lemondott képviselői helyéről. A jogszabály szerint a listán szerzett mandátum megüresedése esetén a jelölő szervezet nevezheti meg, kinek kéri kiadni a mandátumot. A párbeszéd azt kérte az MVB-től, hogy azt az MSP párbeszédlista 99. helyén szereplő Kocsiskék Oliviónak adja ki, az MVB ennek alapján döntött. Gémesi György az LNP országos listájának harmadik helyén szerzett mandátumot, ő május 30-án mondott le róla. Az LNP -a, a mandátumot a lista 12. helyén szereplő Hun Krisztinának kérte kiadni. A teljes soros hálózat célkeresztbe vette a bevándorlás ellenes Magyarországot, mondta Hollik István, a fidesz kdnp frakció szövetség szóvivője. Hollik István kifejtette, az elmúlt napokban a teljes soros hálózat összehangolt támadást indított a bevándorlás ellenes Magyarország ellen. Soros emberei és szervezetei óraműpontossággal egymás után teszik a Magyarországot támadó nyilatkozatokat. A kereszténydemokrata politikus rámutatott, Soros György célja változatlan, ő és a teljes soros hálózat azon dolgozik, hogy migránsokkal árasza el Európát. Orbán Viktor és kormánya pedig azon dolgozik, hogy ettől megvédje az országot, tette hozzá Hollik István. A belvárosi kerületekhez hasonlóan zuglóból is kitiltják a sörbicikliket július 1-től. A kerület a közösségi együttélés szabályait sértő tevékenységnek minősítette a bűírbályt. A döntést azzal indokolták, hogy az ittassan szórakozók zavarták a családokat, a kutyasétáltatókat, a piknikezőket, és megbotránkozást váltottak ki minden pihenni vágyóból. Továbbá folyamatos veszélyt jelentettek a közlekedés többi résztvevőjére. A hangoskodással, szemeteléssel járó sörbiciklizés miatt a környék lakói számtalanszor tettek panaszt az önkormányzatnál. Karácsony Gergely polgármester javaslatára a zuglói képviselők egyhangúan úgy döntöttek, hogy közösségellenes magatartásnak nyilvánítják a sörbiciklik használatát, és bírságolhatóvá teszik azokat, akik ilyen kettőnél több ember által hajtható járműveken szeszesítalt fogyasztanak. Továbbá bírság szabható ki azokkal szemben is, akik ilyen járműveket adnak bérbe vagy vezetőként működnek közre azok használatában. Lezuhant csütörtök délelőtt a Magnus Aircraft ZRT E-Fusion típusú gép a Pécspogányi repülőtér közelében. A járműben utazó 61 és 42 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a rendőrség légiközlekedés veszélyeztetése miatt indított büntető eljárást. Az elektromos repülőgép 10 óra körül szállt fel, megtett két kört, majd ismeretlen okból lezuhant. A légi jármű kigyulladt, az azon utazó két ember meghalt. A gép a repülőtértől körülbelül másfél kilométerre, az 58-as főút keleti felén egy kukorica földre zuhant. A kukorica 5-10 méteres sugarú körben megégett a rendőrség szakértők bevonásával légi közlekedés veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A Pécs-Pogányi repülőtér szomszédságában szerdán tartották a Magnus Aircraft ZRT repülőgép gyárának bokréta ünnepét. Az eseményen az épülő összeszerelő üzem legmagasabb pontjára kitűzött bokrétát a cég által gyártott két repülőgép is átrepülte. Külföld. Felháborítónak tartja és visszautasítja a magyar kormány az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatalának felszólítását arra, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslat csomagot, amely szerinte jelentősen korlátozna a civil szervezeteket és a magánszemélyeket a menekültek és a menedékkérők támogatásában, mondta Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Párizsban. Ezt a nyilatkozatot a tények ismeretének teljes hiányában tették, hangsúlyozta Szijjártó. A magyar kormány visszautasítja azt a megközelítést, miszerint a migráció alapvető emberi jog. Az alapvető jog, hogy a magyar emberek a saját otthonaikban biztonságban élhessenek, a migráció pedig nem, ahogy a határsértés sem az, miközben a határok védelme az országok kötelessége, fogalmazott a külügyminiszter. Mariano Rajoy konzervatív kormányfő lemondását követelték a spanyol szocialisták az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti vitájában, amit a kormányfő szerint az ellenzéki párt arra használ, hogy rövidebb utat találjon a hatalomhoz. A spanyol szocialista munkáspárt azért kezdeményezte a kormány főleváltását, mert a bíróság a múlt héten első fokon ítéletet hirdetett az egyik legszövevényesebb spanyol korrupciós botrányban, a 2009-ben kirobbant úgynevezett gürtelügyben, és megállapította, hogy a korrupciós hálózatból hasznot húzott a kormányzó konzervatív néppárt is. A PP fellebbezett a döntés ellen, amelyben 245 ezer euró pénzbüntetés szabta ki rá. Nem tolerálhatjuk a korrupciót úgy, mintha ez normális lenne, jelentette ki José Luis Ábalos, a spanyol szocialista munkáspárt vezérszónoka a parlamenti vita kezdetén. Ahhoz, hogy az indítvány átmenjen, a spanyol parlament katalán és baszk nacionalista pártjainak támogatására is szükség van. Végleges álláspontjaikat várhatóan a vita során ismertetik. A spanyol parlament tavaly már elutasított egy Mariano Rajoy elleni bizalmatlansági indítványt, amelyet szintén a kormányzó párt körül kirobbant korrupciós botrányok indokoltak. Afrikai menedékkérő volt a németországi Flensburgban egy vonaton történt szerdai késes támadás feltételezett elkövetője, közölte a helyi rendőrség. A Flensburgi rendőrkapitányság szerint a feltételezett elkövető egy 24 éves afrikai menedékkérő, aki határozott idejű németországi tartózkodási engedéllyel rendelkezett és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban lakott. A férfi a nyomozás első megállapításai alapján a Kölnből Flensburgba közlekedő Intercity vonaton este 7 óra körül összeütközésbe került egy 22 éves brémai rendőrnővel és egy 35 éves kölni férfival, akikre késsel rátámadt. Mindketten súlyos sebesüléseket szenvedtek, de nincsenek életveszélyes állapotban. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete Nikki Haley szigorúan bírálta a biztonsági tanácsot, amiért nem hajlandó kollektíven elítélni az izrael célzó rakétatámadásokat, elfogultsággal vádolva a nemzetközi testületet, hetekkel azután, hogy egy másik ENSZ testület megszavazta egy vizsgálat indítását Izrael ellen a gázai határ mentén zajló tüntetések során megölt arabok ügyében. Kuvait, az arabországokat képviselő nem állandó tag akadályozta meg az amerikai határozat tervezetet, azzal érvelve, hogy ő már bemutatta a válsággal foglalkozó saját változatát. Felháborító, hogy a biztonsági tanács nem hajlandó elítélni az izraeli állampolgárok ellen irányuló Hamas rakétatámadásokat, míg az emberi jogi tanács jóvá egy csapatküldését az önvédelemből elkövetett izraeli cselekmények kivizsgálására, mondta Héli a tanács előtt, melyet a gázai rakétatámadások miatt hívtak össze. A gázai székelyű Hamász és palesztin iszlám dzsihád terrorista csoportok több mint 70 rakétát és aknavető lövedéket lőttek ki Izraelre, melyek több tucat megtoló légi eredményeztek. Öt izraeli, köztük három katona enyhe közepes sérüléseket szenvedett. Az egyik lövedék egy óvoda udvarán csapódott be, alig egy órával a gyerekek érkezése előtt. Egy másik pedig egy lakóházba, miközben a család az épületen kívüli óvóhelyen aludt. Végőgazdaság a korábbi gyakorlat helyett, amikor az Unió automatikusan meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat, Magyarország azt szeretné, ha a döntést érdemi vita előzné meg, mondta a világgazdaságnak Budai Gyula miniszteri biztos. Az Oroszország által elrendelt embargókból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztos szerint a 2014. augusztusában bevezetett korlátozások több milliárd euró exportkiesést okoztak a magyar gazdaságnak, a legnagyobb vesztes az agrárium és az élelmiszerfeldolgozás. Rámutatott uniós szinten a veszteség 2017 végére elérhette a 30 milliárd eurót. Az Európai Unió tagállamainak Oroszországba irányuló exportja 2013-ban 120 milliárd euró, míg 2016-ban már csak 72 milliárd euró volt. Az orosz piacról kieső cégek pedig jó ideig a közösségen belül kerestek piacokat saját termékeiknek, ami erős árversenyt indukált. Most következik az időjárás jelentés, híreinkről pedig bővebben a heti tv.com, illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Június 1, a hivatalos nyár kezdet, így hogy péntek kettős ünnepez. Nyár, nyár és nyár, három hónap hivatalosan is. Igaz már jó ideje, megelőlegezett bizalmat élvezhetünk az időjárás tekintetében. Mai nap sem rontja el a nyári hangulatunkat semmi, a fátyol és felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl nyugati részén és észak-keleten szorványosan, másod helyenként alakulhat ki zápor, zivatar, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 30 fok környékén tetőzik, és késő estére sem hű 20 fok alá sokkal a lég. Fronthatás nem terhel senkit, ellenben az elős UV-sugárzás mindenkire egyaránt hat, így csak mértéken a napon. A legjobbakat kívánva mára és a holnapi viszontlátás reményében. Köszönöm a figyelmüket!